Üdvözlünk Please mindenkit bátyám, itt a Joey. Neven is Crew. Igen, élőben. Nemrégiben raktunk ki egy kis posztot, hogy kérdezzetek nyugodtan, bátran, amit akartok. Most itt a válasz videó. Jövünk a válaszokkal. Nézzük is a kérdéseket. Szerintem igazából bele is kezdhetünk. Na, olvasom én az elsőt, ez egy igen komoly színvonalas kérdés lesz. Ha pörköltet szeretnék készíteni és az elején megpiríteni a hagymát, pucoljam meg előtte? Ez hát, gyerekek! Szerintem ne. Úgy a legjobb, hogyha hálóstúl csapat szakácsa. Zacskóstúl. Zacskóstúl, belerakod, jobb az aromája. Abszolút jó. Menjünk is a következő kérdésre. Leg feet van-e terve? Nektek? Hát nekem nincsen. Szerintem... De attól függetlenül én csípem a dekket. Én is csípem, de mostanában el van tűnve így a srác. Nem tervezünk egyébként vele mostanában közüzenét. Ja, de azért... Yes! Tíz. Hülye kérdés, rajongók-a összejönnétek-e? Simán. Simán? Barney az mindenkivel összejön. Én mindenkivel szóval összejön. Neki egy bőr kanapé is elég. Hát egy bőr kanapén is elég, na mindegy. Jó, Martin? Azt hittem még egy kicsit beszélünk rólam. Jó, beszélünk. Most kezdtem kifejteni, hogy ki az, akivel nem jönnék össze. Na. Na hát például nem jönnék össze... Martin Pérez. Aha, hát jó, én is kb. Ezt hallom. Gyerekek, összejövünk bárkivel. Jó, én nem jövök össze senkivel, nekem van... Mártinak van barátnője. Így van. Mondja elő. Szóval van barátnőm, én foglalt vagyok. Szóval szerintem mehetünk, ne sír. Ő még szomorú, még nehezen dolgozza fel. Jó, szerintem akkor menjünk a következő kérdésre. Várható-e valamikor Birsi Volk, Antal és D, illetve Knozabi közreműködés? Elolvasgattuk itt az elején a kérdéseket, hát minden második kérdés ez, hogy Antal D, Birsi Volkkal várható-e zene? Hát jelenleg nem dolgozunk. Semmelyik csapattal tulajdonképpen... De nagyon kamázik őket, nem igen. Véletlenül dolgoztunk már velük. Tulajdonképpen most arról van szó, hogy próbálunk minél aktívabbak lenni így most ebbe a rap bizniszbe. A faszom. Közben itt elment a képernyők. Elment a képernyők. Level itt a laptop. Csak nem. Na. Be az egészbe. És nem merül. Nem merül. Szóval igazából várjuk a lehetőségeket. Még nem tudjuk, hogy mi lesz. Hogy mit hoz a jövő? Hát a jövőben biztos fogunk velük dolgozni. De biztos, hogy lesz valami. Jó, de... következő kérdés. Bírszívok, fitre lehet számítani. Jó, milyen kreatív. Kicsit visszapörgettek, ott a válasz. Oké, okay. Kikkel terveztek, fiteket készül, album srácok. Peace. Előre szóval erre válaszoljatok ti. Békesség neked is. Hogy kikkel tervezünk fitet, az szerintem az maradjon meglepetés. Nem szeretnénk így előre lelőni ezeket a dolgokat. Készül az album is, igen. Beat Project album készül, illetve... Hát ez szerintem, ez még nem olyan 100%-os dolog, de míg a srácok a Beat Project albumot csinálják, lehet én is összerakok egy ilyen 5-6 számos kislemezt. Uh-huh. Hát de meglátjuk, ez még a jövő zenéje. Van bennem, mindig is szerettem volna igazából egy szóló dolgot is, de azért a csapat cucc az számomra is szerintem most kipróbáljuk ezt is. Kipróbáljuk ezt is, vagy összejön, vagy nem. A lényeg a Beat Project album 100%-os zenélünk. Így van, az albumra igazából nem is tudom, mikor várható az album. Mert a célegyenesben vagyunk. Célegyenesben vagyunk. Így van. Forgatunk klippeket, most február 14-én az jelenik első. Meg az első, amire vágysz címmel. Így van, azt követi majd a későbbiekben. Még egy pár zene, amire fogok kipetelezni. Nem állunk meg, gyerünk. Így van, a lényeg az, hogy úthenger. Feeteket pedig nem akarunk elárulni. Az albumon rajta lesz mindenképpen BIM. Kösz, rendesen. Kösz. Ezt azért eláruljuk. Meghívtuk, persze. Így van. Gondolom, jó pénzt fizet érte. Jó pénzt fizet érte, igen. Szóval igazából szerintem dióiba ennyi. Na, akkor szerintem mehetünk is a következő kérdésre. Na, nem tudom, hogy vagytok veled, de én kíváncsi lennék egy Neve Nincs Feed Kill a Kikit zenére. Hát... Kill a Kikit zenére, srácok. Szerintem nem egy nem, stílusban mozgunk amúgy. Ezen a hip-hop vonalon belül nem egy stílusban. Abszolút nem. Szerintem nem. Tökre átér, nem is lenne... Hogy is mondjam, nem is lenne... Nem passzolna össze a két csapat, szóval szerintem... De erre nem kell számítani. Attól függetlenül, hogy a múltban azért voltak kisebb nézeteltérések, szerintem azt mindannyiunk nevében mondhatom, hogy attól függetlenül a Kill a Kikittet, mint zenei
előadókat csípjük, szeretjük, meg igényesek. A régi, régi cuccaikon. Hát az újak is jók. Na mindegy, a lényeg, hogy nem lesz kilakik itt. Jó, mi a kedvenc? Neve nincs lesz, nem kilakik. Mi a kedvenc kajátok? Kedvenc kajám. Gyerek. Neki debreceni. Gyerek, hát én mindent megeszek, nem mondom. Persze. Minden evők vagyok. Lloyd Banksnek, 50 Centnek indultam, azt lassan már Tony A jó leszek. Jó, ezt már hallottam valamit. Igen, no? Az előző videóban. Semmi. Na, hát nekem igazából a kedvenc kajám, amit nagyon csípek, én az olasz kaják nagy rajongója vagyok. Ez azt jelenti, hogy pizzázik. Tészták. Lasagne. Pizzatészták. Szóval ezek, amik így engem felizgatnak. Felizgatnak. Ott vált. Martin, na mindegy, adjuk, menjünk. Én nem veszek amúgy. Martin, mindent megzabálom, átjárulom. Persze. Tulajdonképpen. Hát én szeretem a magyar kajákat. Nincs különösebb kedvencem. A palacsintát csipem nagyon. Nagyjából ennyi. Na, kösz. Jó. Következő kérdés. Én nem tudom, hol voltunk. Egyébként ki a kedvencetek a magyar szakmán belül? Hát nem is tudom, igazából nekem van sok olyan, akiket így jónak tartok, meg csípek. Hát szerintem akiket, nagy újdonságot nem mondanék el, mert azok, akiket mindannyian ismerünk. Tehát bluesbravazosok, SM-ek, a garázsosok, hát tulajdonképpen a magyar rap. Igazából én azt mondanám, hogy minden ami jó, ami jó, azt szeretjük, persze. Így van, nekem sincs így különösebb kedvencem. Nekem is inkább dolgok vannak, amik... Jaj. Jó. Benne lehetek a következő Michelin City-s videóklipben? Mindenképp tesó. Gyere, bátya, megcsináljuk a klipet. Bátya, gyere, megcsináljuk, megfizeted a klipet, akkor tudja, hogy abszolút főszereplő lehetsz, hallod? Így van. Jó. Lesz közös furacsíve? Ezt most tőlem kérted? Csak mutattam rá, tisza. Ja, hát nem tudom, igazából a furacsével is az van, mint a többiekkel. Ugyanazt tudjuk elmondani szerintem, hogy bármit hozzon a jövő, nem állunk elébe. Pont állunk elébe. Állunk elébe, bocs. Nem. Jelenleg nem dolgozunk feleség közös zenén. Most tetted hozzá. Főleg jó, most olvasd már, te mindig én olvasd, csak azt hiszik, hogy van vízre. Hol tartott, hol van? Nem is tud olvasni. Hallja. Itt van. Ja, legviccesebb helyzet, amikor rajongók szólítottak le, vagy amikor épp ők kevertek bele titeket. Volt ilyen? Volt ilyen? Hát szerintem magam... Nekem így hirtelen nem jött semmi eszembe, de... Volt, csak azt inkább nem részletezném. Egyszer elverték a rajongók. Szét. Csak vicc. Nem verték el. Nem verték el. Minket senki nem ver el. Acél. Mint a vídia, milyen a... Neked ott van vicces sztori? Hát nem. Most mindenki azt várta, hogy itt majd órákat fogunk sztorizni. Ja. Já, ember, és akkor odajött meg, mit tudom, de... Aztán nem. Olyan az előszokat fordulni, hogy nem hiszik el, hogy igazából mi vagyunk azok a rapperek, mert így tudom én. De hát akkor mondom neki, hogy jelenjön be Facebookon, visszajelölök, és akkor már minden kétel elszáll. Ennyi, szuper. Én vagyok, gyerekek, el lehet hinni. Jó. Kik a példaképeitek? Mi ösztönzött arra, hogy zenéljetek, és hogy hozott titeket, hármatokat össze a sors? G-Unit. Én nem is azt mondom, hogy példaképek, vagy nem tudom most, hogy igaz, akit nagyon-nagyon kamázunk, ez a G-Unit vonal, G-Unit, 50 Cent, Eminem. De az undergroundokat is. Mobb Deep, szóval... Jedi Mind Tricks, Winnie Pels, Lord Last. Tehát jó. Jó, és volt még a kérdésben, hogy, még egy kérdés. Hogy hozott össze titeket a sors? Mi ösztönzött arra, hogy zenéljetek, és hogy hozott hármatokat össze a sors? Hát gyerek, engem szerelmi csalódás. Úgy zenéltél? Ja, bazd meg. Faszom. Összetörtem 13 évesen, minden reményemet elvesztettem, és akkor... Padlón volt. Letöltöttem a netről egy nagyon szomorú alapot, írtam egy nagyon szomorú zenét, aztán azóta se hallottam, hál' Istennek. Nekem megvan, majd elkezdve. Neki megvan. Hát én. De, ja. Az első felvételem szerelmes volt. Az első szövegem van. Nálam meg ez úgy kezdődött, hogy bátyám nyomta a rappet, aztán valahogy rávitt erre engem is. Ott kezdődött az egész pályafutás. Én előtte nagy dobos voltam. Nyomtam keményen. Kajak? Nem, dobos voltam. Nyomtam. Hát én dobba kezdtem. Na mindegy, aztán elkezdtem írogatni szövegeket. És akkor folytatnám a következő kérdésre és a választ, hogy hozott minket össze a sors. Megismertem a Barnit általános iskolába, aztán nyomtuk a nagy BMX-eket. Ja, kiderült, hogy mind a ketten... BMX-ek voltunk.
Kiderült, hogy mind a ketten nyomjuk ezt a rappet. Aztán súly helyett nyomtuk mindig a rappet náluk. Meg nálunk, vettük föl telefonnal. Ja. Videóval zenéket beöltöztünk. Mentünk a házi orvoshoz, igazolás. Szemüveg, izé, minden. Ja, rapper sztárok. Aztán voltunk. Jött a középsúlyis korszak, megismertem Káoszt, Martint. Osztálytársam lett, 3 hónapig nem jött be az iskolába, dolgozott a lemezén még annó. Aztán volt egy ilyen... Eladott egy ilyen, szar mikrofon, ja. Drágán. Eladott egy mikrofon nekünk a Martin. Idiótáknak. Szaralapokat, jó kis izé, dolgoké. Jó pénzér, ja. Aztán, na mindegy, ez nem részletezném. Mi jött egy olyan dolog, business. Hogy aztán csinálunk. Aztán rájött a gyerek, hogy még a szaralapokra is milyen kemény zenét rakunk, és akkor... Abszolút. Szóval igazából építettünk egy stúdiót a Barninál. Tojástartó. Ilyenek, aztán... Baszki. Nekiálltunk a közös zenének. Nekiálltunk külön cuccoknak amúgy, mert a Martin külön nyomta, aztán... ebből a kettőből lett egy, és akkor onnantól kezdve dolgoztunk a neve valam. 2009-től. Jó sokáig. 2012-ben. A névnapodon vagy szülnapodon. Névnapon szeptember 21-ig jelent meg. Na mindegy, lépjünk tovább, gyerekek. Én kell mennem boltba. Jó. Vannak-e olyan kisebb tehetségek Magyarországon, akikre felfigyeltek? És ha van, azok kik? Hát... Én meg szoktam hallgatni így... ilyen ismeretlenebb, fiatalabb előadókat is. Van közöttük jó, van közöttük kurva szar, de azért meg szoktam hallgatni. És, ja, illetve hát valamit már, ezt tudni illik, hogy ez már a második videónk. Ja, ja. De abban elmondtam az elején, hogy nem is, mi a fasz. Mindegy, a lényeg az, hogy én is nézem így a Facebookon, ja. Rakják ki a srácok a zenéket, sokszor rá is hallgatok. Van, ami megfog, és azt mondom, hogy ebbe van fantázia, és hogy ezt érdemes csinálni, de van olyan, amire azt mondom, hogy ez gyerekek, ez ja, vagy rakás hulladék. Vagy, és azt szeretem a legjobban, amikor kiraknak egy ilyen rakásszar zenét, és akkor így el vannak szállva az emberek maguktól, jó, ez mennyire jó, izé, kijött egy rím faszára. A kérdés mi volt? Hát van-e fiatal, akire felfigyelünk? Hát szerintem talán de van egy-kettő. Az Illusion-eseket. Az Illusion, nézőpont. Ja, Győrből az Illusion, nézőpont, nem tudom onnan. Akkor a Kuli. Kuli. Ki van? Kuli jó barátunk. Meg van az a BIM. Hát mondjuk ez már olyan kezdő. Ja, lehetne még sorogatni mindig. Szerintem neveket, de annyit most igazából. Nem magadunk, nem is jut a szembe több. Nekem. Nagyon, de biztos, hogy van. Szóval ne adjátok fel, nyomjátok a zenélést. Mi meg lépjünk közben a következő kérdésre. Na, hogy szuperál az új hangkártya, illetve a stúdió monitor? Na hát igen, kicsit fejlesztettük a stúdiót. Ezt azért így hozzátenném, így minőségben most igazából a legjobbat hozzuk szerintem. Toppon vagyunk, gyerekek. Toppon vagyunk, sikerült beújítanunk egy-két eszközt, hangszereket. A stúdió monitorokat, új hangkártyát, új mikrofont. Nagyjából össze is szóval állt, minden. Így összeállt ez a kis otthoni kis stúdió, teljesen meg vagyunk elégedve. Szóval szerintem én azt mondom, hogy kurva jó, szuper ez a kiszut. Eljutottunk oda, hogy most már tényleg majd, hogy nem tökéletes minőségbe tudunk zenéket rögzíteni. Szerintem így van. Ebben nincs semmi túlzás. Most ugye ezt így elmondtam, gyerekek, jöhettek felvenni, jó pénzért. Jó, bepromóztam a stúdiát, gyerekek. Köszönöm. Jó, hát. Bátya. Milyen célotok van még a rap szakmában? Nem fájtam úgy. Honnan kezdtétek? Célok. Cél a csillagos ég? Gyerekek. Na, nem ez csak ügyeskedek. Csak ügyeskedek. Igazából már ez a még, tehát hogy van még, ezt a kérdező tette fel ugye ezt a dolgot, mint hogyha már nem lenne hova fejlődni, de gyerek, nem van még, nem van még, nem az a kérdés. Milyen célotok van? Ja, van még, ja, igaz. Ja, most vagyunk a starton. Szerintem, igen, én is azt akarom mondani, hogy még csak beindulni. Most lendülünk be, most nagyon aktívak akarunk lenni, igazából azok is leszünk. Vagyunk, klippek, szerintem ennek, fellépések. Ennek a kérdésnek a kapcsán azt el is mondhatjuk, hogy ez az első album, ez csak abszolút egy ilyen szájpróbálgatás volt, tehát mi nem is számítottunk erre, hogy ebből ilyen nagy volumenű dolog lesz. Hál' Istennek ez így alakult,
de, neki. De ezek után sokkal átgondoltabb, sokkal minőségi. Sokkal komolyabb témák, minőségi zenék, szóval úgyhogy erre kell számítani. Nem állunk meg. Onnan kezdtétek? Eltelt pár év az első album óta, amióta elkezdtük csinálni ezt az első albumot, meg amiután kiadtuk, meg a mostani nap. Eltelt sok idő, igazából sokat változtunk mi is, idősebbek lettünk, felnőttünk, mondhatjuk így, azért mindig így megkomolyodtunk, igazából ezt akarom mondani, káosz. Így van. Húzzam fel ezt a sapkát. És akkor a kérdés, hogy honnan kezdtétek? Én csak erre annyit szeretnék válaszolni, hogy mélyről. Nagyon mélyről, gyere. Mélyről kezdtük. Jó, kikről gondoljátok, hogy megállják a helyüket a rap szakmában Magyarországon? Ja, ott van a neve nincs, én itt megemlíteném MT-t és Káosz, valamint ez a BN gyerek az nagyon faszákat rak, úgyhogy lépjünk tovább. Viccet véletéve. Hát sokan megállják a helyüket, azok állják meg a helyüket, akik valami egyedik akikről hozzá. Hallunk, gyerekek. Így van. Az internet világában vagyunk. Ami jó, arról hallunk. Ami nem jó, arról nem hallunk. De ami szar, és arról is hallasz, ami hogyha... vicces, ja. Ja, ami nagyon szar, arról is hallunk. Ami nagyon jó, arról is hallunk. Így van. Hány évesek vagytok? Összesen? 60. 60. Ennyi. Jó, menjünk tovább. Antal és Dél lesz, ami közös cucc. Ezt szerintem ezt a kérdést már megválaszoltuk, ugye? Jó, átrágtuk, köszönöm. Oké, Magyarországon ki az, aki igazán inspirál, ki hatására kezdtetek el rappelni, mikor és miért pont ti hármon? Ezt ismertük rá meg. Nem, szerintem ezt nem. De. Mert itt, hogy kinek a hatására? Hát a Magyarországon. Hát akik így régebben inspiráltak, szerintem erre Blues akar Bravaz. Kiukadni a Engem. Engem kérdező. Ja, Blues Bravaz, MC Gőz. Sziszka. MC Gőz. Digimon. Ki van még? Hát ezek az ilyen régi, nagyon régi. Illetve szerintem... Kezdetfiai. Kezdetfiát is. Külföldről pedig így 50 és Eminem. 50. Eminem, Mobb Deep. Most így csak elgondolkodtam. Kérdésre a válasz megszületett. Akkor mehetünk tovább. Oké. Nincs egy másik felállnak a kérdésnek? De van, várják, kihatások ez a rapen. Mikor és miért pont ti hárma? Szerintem ezt már megbeszéltük, hogy miért pont mi hárma. Azt nem beszéltünk meg, hogy mikor. Mikor? Hát az is megmondta. 2008-2009-et írtunk, és már akkor... gyerekek, akkor 2009, 2010, 2011, 12, 13, 14, 15, 7 év van a rap szakmában, gyerekek. Ó, gyerek, én a neve nincs, a neve nincs, de a neve nincs. A neve nincs, 7 éve, gyerek. Előtte még mi nyomtuk a barnival kettőszert, meg 2 évet, 1 évet? Hát bátya, akkor egy 10-es, még ebbe így el sem gondolom. Nincs 10-es, nincs 10-es. Lassan már nem fiatalok leszünk. Szerintem azt mondom, hogy 8 éve nyomjuk, szerintem a Martin meg már szerintem egy 10-es. Ja. Az már küldte, ebben a 30 éves amúgy csak az. A csajok miatt valamit fel akarsz szerintem, nem sikerülnek soha. Bécom, hogy mindig hozzon őket haza. Jó. Igen. Mit szólnátok, hogyha Mr. Bassza titeket bemarna? Visszamarnátok, vagy hagynátok rá? Hát ez a kérdés. Megmarna, mint a kígyó. Ja. Egy kicsit ilyen... Miért marna meg? Nincs ja, rá nem, nem, nem érzem, nem érzem indokoltnak ezt a kérdést. Nincs, abszolút nincs aktualitása. Ja, igazából az tök külön vonalon mozgunk vele is, mint akár mint a kilaki képtel. Így van. Igazából nem ugyanazt csináljuk, nem ugyanazt képviseljük, annyi azt, hogy mind a ketten hip-hop vagy rap zenét csinálunk, nem látjuk indokoltnak, hogy megmarna minket, de ha esetleg mégis bemarna... Igazából szerintem nem érdekelne, mert ráhagynánk. Ja, így van. Jó, kik a magyar és külföldi kedvenc előadóitok, és mi a véleményetek az RTM-ről? Terveztek-e bele valakivel fitet? Remélem nem, zárójelbe. Kérdező. Hoppá, gyerek. Kérdező úr. Velük sincs terve, fit, ha... Igazából van, nincs is senki benne, van az egy terve most így belegondolva. De dolgozunk van. Több fiten is, több közös zenén, több közös projekten, de... RTM-ből pont nem. Ja, így van. Jó, és kik a magyar és külföldi előadóitok? Szerintem erre már válaszoltunk. Milliószor. Aki milliószor. Egy kicsit ismeri a zenénket, meg minket. Az ezért tudja, hogy... Így van, egy-egy sorba azért meg... Ja, ilyen... Aha. G-Unit buzik vagyunk. Nagyon. Első hiszed mennyire, hallod? Nagyon durva. Úgy itt van 50 Cent nagy. Na mindezt nem mutatom meg. Mutassuk meg, bátya. Mutass... Megmutatom én most azért. Mutass meg, bátya. Ott van 50 igen, jó, bazdag, ott van. Jó. Jó. Mindig olyan mérgesen néz onnan. Most kirakja a kérdőt? Senki. Tudj, ugyanúgy. Nem, benn van, ugyanígy volt. Nézd meg a kamerát. Faszomat. Bátya, mondtam, nem utasd meg 50-t. Én is ezt mondtam. Jó nagy fasz ez a másik. Na, azért benne vagyunk. Na, bátya. Jó, 50-t meg kell. Jó, szerintem lépjünk tovább. Visszarakom a sapkát.
Idén kikkel tervezte közreműködést. A faszom. Ha nem kulisszatitok, de kulisszatitok, ne haragudj, kérdező úr. Ez meglepetés. Így van. Így van. Így van. Kit tartotok a legjobban a szakmában? Magatokat nem ér mondani. Akkor hagyjuk. Akkor inkább bátyám. Lépjünk tovább. Nem tudom, ezt már erre is már válaszoltunk. Gyerekek, legközelebb kreatívabb kérdés. Nem, vagy inkább többször. Jó kérdés, amúgy. Ja, mondjuk ez is. Beat Projekt album mikor jön ki, és várhatóan még neve nincs lemez. Fellépések kisebb, nagyobb helyeken várható, és ez mikor. Beat Projekt album célegyenesben van. Utolsó zenéket vesszük föl. Mondhatom azt. Aha, sőt. De még azért van rajta azért utómunka. Igényes lemezre kell számítani. És ahogy ebben végeztünk is, neki is állunk az új neven is lemeznek. Amit még idén szeretnénk közé tenni, kiadni. Ősszel, télen kiadjuk, de előtte már jövünk róla. Klippekkel, esetleg exkluzív számokkal. Így van. Úgyhogy menni fog ez. Track-lista. Mi volt a másik kérdés? Fellépése. Gyerekek, ahova hívnak. Szerintem ezt mindannyiunk nevében mondhatom, hogy... Legszívesebben minden nap fellépnék. Ez nem csak úgy megy, hogy igazából hol hívnak. Terve van az, hogy mi szeretnénk tervezni, majd ugye ezt kiadjuk, ezt a két lemezt. Így van. Ugye egy kisebb turnét. Úgy mondva a lemezben mutató. Szeretnénk eljutni minden több helyre, minél több városba. Miami, Florida. Görcsöny. Na bátyak. Ha menjünk tovább, szerintem erre a kérdésre majd még később évben visszatérünk. East Fest-re jöttök idén? East Fest-re? Régóta tervezünk. Mikor van? Szeretnék eljutni East Fest-re. Egyszer biztos megyünk. Mint fellépő szerintem úgy is jó lenne. Ja, ez szóval még a szervezőknek innen üzenünk, hogy... Szevasztok, itt a neve nincs. Amúgy én gecire kamázom az East Fest szervezőit. Pff, nem tudom, szerintem geci jó fél. Na, jöttek jó fél. Szevasz, Pisti. Szervező úr. Szevasz! Szervező. Jó. Csinálva, mindig elkomolykodom. No Name album 2015-ben. 2016-ban is, bátyja. Ősszel jön ugye az ösztél. És ugye a utolsó kérdés, ez kicsit más. Lesz 2015-ben No Name lemez? Fú, baszki. Erre nem tudunk válaszolni. Ha tudod, mi tudna jobban zavarba hozni? Ha valaki megkérdezni, hogy Antal Déjjel vagy a Bírszivel lesz. Akkor geci, felmondani. Ja. Én felmondom. Kár, hogy nem kérdeztem más. Ja. Ennyi. Kérdések elfogytak. Köszönjük szépen a kérdéseket. Itt a válasz. Neve nincs, Crew 2015. És amire kell számítani, akkor Beat Projekt lemez, és február 14-én jövünk egy klippel. Amire vágysz címmel. Így van. Én már láttam. Barni már láttam. Ők nem. De látták ők is. Mi is láttuk. Nyilván már benne vannak. Jó. Laza lesz. Köszönjük. Én nagyon sokat nevettem rajta. Egy jó kis. Reméljük jó mindenkinek lesz, tetszeni jó. Fog. Nyilván. Addig is pörgessétek az eddig kiadott zenéinket. Bármi kérdésétek van, nyugodtan. Jó, keressetek fel minket. De vicces ez a Martin, nem? Na, jó, bátya. Ennyi volt. Békesség van.